Szerencsés dolog, amikor gyermekeinket úgy tudjuk foglalkoztatni, hogy játék közben valami hasznos dolgot készítünk, amit utána később majd magunkkal vihetünk a bevásárláskor. Ma különleges, egyedi táskákat készítünk Ágival. Na, hogyan is állunk neki ennek ma? Először is megmutatom, mit hoztam otthonról. Nézd, Nóri. Sok segítő kéz. Így van, ezek a segítőkezek, amik segítenek bevásárláskor is hazacipelni a termékeket. Úgyhogy mindenki a saját kis kezét rányomkodta a saját színével, mert nálunk mindenkinek van egy saját színe. Szeretnél egy ilyen táskát? Hát lássuk, kezdjük el. Én nagyon szívesen benne vagyok. Kezeken kívül a kezek mellett klasszikus nyomdákat is tudunk készíteni. Például egy egyszerű mosogató szivacsból, vagy krumpli segítségével. Eper. Eprecske. Nagyon aranyos. Csináljunk krumpliból. Rajzolt ki, kérlek, a formát. Jó. Hát tudom. Hát tudod? A profinak. Tehát elkészült a szívecske. És a következő feladat, itt van textilfesték. Tehát ehhez textilfestéket használunk. Hát, hogyha textilre nyomdázunk, akkor célszerű. Erre a táskára fogunk nyomdázni. És az se baj egyébként, hogyha nem lesz teljesen épp a forma, mert ennek a textil festésnek pont az a lényege, hogy egy érdekes, ilyen rusztikusabb felületet kapjunk. Ez gyönyörű lett, és ilyen zöldeskék lett. Ez tehát a végtelenségig lehet folytatni, úgyhogy bármit, amit a gyerek kitalál mintát, valósítsanak meg, aztán kerüljön fel a kis bevásárló szatyorra.